15. alkalommal tartották meg a Szeged-Csanádi Egyházmegye rendes évi papi találkozóját Gyulán. Az idei esemény a kettős készülődés jegyében zajlott. 2020-ban amellett, hogy Magyarországon rendezik meg az eukarisztikus világkongresszust, az Egyházmegye alapításának 990. évfordulóját is ünneplik. A találkozón ennek a két eseménynek az előkészületeiről volt szó. Együtt ünnepeljük ezt egy zarándoklattal Velencébe, Szentgelértnek a szülőföldjére. Előző időkben is voltak már zarándoklatok Velencébe, úgyhogy ezt a hagyományt fogjuk majd föleleveníteni, és hát ilyen értelemben előre is mutatva, hogy a Temesvári Egyházmegyével, a Nagybecskereki Egyházmegyével együtt a Szeged-Csanádi Egyházmegye, hiszen három egyházmegye területe nagyrészt adta ki annak idején a Szentgellért korában fölállt Szent István által alapított Csanádi Egyházmegyét. A papoknak a találkozó lehetőségük nyílt megosztani egymással az elmúlt egy év tapasztalatait, újdonságait. Perlaki Flórián új szegedi lelkész bemutatta az idei évben megjelent Életem üzenete című könyvét. Az egyházmegyébe mondjuk a püspökség az elvileg minden papot megajándékozott vele, ez körülbelül el is jutott talán már mindenhova, és azon kívül most legújabban pedig az egyházmegyi katolikus intézményekbe is tervezik, hogy majd eljusson három példány például egy-egy intézménynek, és egyébként meg hát Kárpátaljára is sikerült 100-at, Erdélybe 300-at, meg hát Szlovákiába is, délvidékre is. Az egyházmegye aktualitásairól a helynökök számoltak be. Szó esett az egyházi oktatás helyzetéről, az idei bérmálások tapasztalatairól, valamint a következő év terveiről. Mindenféleképpen építő jellegű egy ilyen összejövetel, hiszen a kötetlenség tényleg nagyon sok mindent könnyebben előhoz az ember szívéből, és azt gondolom, hogy mindenféleképpen most, mivel előre tekintettünk, mindenféleképpen a jövőt építettük ezzel a mai összejövetellel, illetve a papi közösséget erősítettük. Idén 36-an vettek részt a gyulai papi találkozón, ami a Nádi Boldogasszony templomban közös imádsággal zárult.